Sziasztok, én Tünde vagyok. Én pedig Miki, és ez itt a Pontos Vesző Paripa. A mai videónk a tavaszi TBR listánk következő része lesz, amiben friss megjelenésekről és női alakokat bemutató könyvekről fogunk beszélni. Tartsatok velünk! Ennek a videónak a témái már nem kötődnek szorosan a tavaszhoz. Viszont mostanában tervezek elolvasni jó pár olyan könyvet, amik legendás vagy híres női alakokról szóló történeteket vagy retellingeket mondanak el, mert valahogy most érzem ezt, meg tavasszal nőnap van, meg ilyen női erők, úgyhogy így úgy gondoltam, hogy ezek így nagyon jók lesznek, és a novellás kihívásokra tervezem majd olvasni ezeket a könyveket. Tavaly olvastuk Nők a történelemben, ez volt a hónapnak a címe. Azt hiszem, igen. Annak az ilyen külön kiadásaként Esti Vasik lázadó lányoknak a második részét, ami ugye egy olasz szerzőpárosnak a kezdeményezése, amiben ugye ilyen egyoldalas életrajz összefoglalókat kicsit mesei stílusban írnak híres és példaértékű nőalakokról, és ennek a példájára készült el ez a magyar verzió, a Magyar mesék lázadó lányoknak, ami 25 történetet tartalmaz. A másikban, az olasz verzióban ugye 100 van, ennél fogva ugye ropog a gerince. Ennél fogva ugye ebben nem egy oldalasak a történetek, hanem ugye több oldalon keresztül, de ennél is megvan ugyanaz, hogy különböző illusztrátorok mindegyik történethez megrajzolták a női alakot. És ugye ezt magyar szerzők, magyar női szerzők és magyar női illusztrátorok rajzolták. Olyan alakokról van, a történelem mindenféle korszakából vannak történetek, például egészen Árpádházi Szent Erzsébettől kezdve Nugonai Vilmán át, Nupi Hilda, és egészen a modern korig Péter Fibori. Úgyhogy ez az egyik ilyen, amit ezekre a novellás hívásokra tervezek olvasni. Nagyon tapis ez a könyv. És ezt egyébként a Móra kiadótól recenzióban kaptuk, úgyhogy itt is nagyon köszönöm. Aztán jöjjön két tavalyi múzeumsopos vásárlás. Az egyik, az, amikor a Prerafaelita festményekből volt kiállítás, akkor vettem utána, ez a Prerafaelite Girl Gang, ami olyan nőalakokról szól, akik valamilyen módon a Prerafaelita mozgalomhoz kötődnek, tehát egyrészt festők és szobrászok is vannak benne, de ezen kívül feltalálók, múzsák, modellek, illetve feleségek és nővérek, gondolom a férfi művészekhez kapcsolódó feleségek és nővérekről lehet szó. És ebben is ugye van rengeteg illusztráció, mert mint egyrészt vannak illusztrációk ezekről a nőalakokról, de ugye rengeteg korabeli fotó vagy festménynek a reprodukciója is található a kötetben. A másikat pedig, amikor a Bosch kiállításra mentünk, akkor vettem, bár ennek a kötetnek már nincsen köze a kiállításhoz, csak egyszerűen megláttam és megtetszett. Ez a Goddesses and Heroines, Women of Myth and Legend, ami egy eléggé beszélő cím, tehát női, legendás és mitoszbeli női alakokról szól ez a könyv. A világ minden tájáról vannak alakok, tehát egészen a nagyon-nagyon ismert Afroditétől kezdve, olyanokkal át, mint mondjuk a japán Amaterasu, vagy a szláv mondavilágnak a baba jagája, egészen olyanokig, mint mondjuk Szimorg, ami valamilyen iráni legendáknak egy ilyen madár alakja, vagy a tibeti Nangsa, és nagyon izgalmasak az illusztrációk is ebben a kötetben. Nem kifejezetten olyanok, amiket így feltétlenül várnál, hanem nagyon-nagyon modernek.
Úgyhogy nagyon izgalmas szerintem ez a könyv. Baba Jaga! És van még kettő kötet, ami nem fizikai példányban van meg, hanem majd a Netgalley-ről fogom olvasni. Az egyik az a Rebel Girl sorozatnak egy újabb része, az Animal Allies, ami 25 történetet tartalmaz olyan nőkről, akiknek valamilyen módon az állatokhoz, állatvédelemhez van köze, állatok kutatásához van köze, és ez... Nagyon sok olyan kötet van egyébként már a Rebel Girl sorozatban, ami bizonyos témákra specializálódik, de ez az, ami hozzám jelenleg a legközelebb áll, úgyhogy ezt mindenképpen nagyon előre szerettem volna venni. És az utolsó az pedig a Ladies of Legend, ami szintén egy illusztrált, illetve ez talán egészen konkrétan egy képregény, és ez is legendás női alakok kat vesz, de ugye megpróbálja újra mondani a történetüket úgy, hogy az ő szemszögükből lássuk ezt, bár az gyanítom, hogy egyébként például a God is Isn't Here is így tesz. Erre is nagyon kíváncsi vagyok. És akkor a másik kategória, ami nem annyira lehet kifejezetten a tavaszhoz kapcsolni, egyszerűen csak abból, hogy friss megjelenések, tehát amik ugye ebben az időszakban várhatóak, vagy legalábbis én ebben az időszakban tervezem elolvasni, mert hamarosan meg fognak jelenni, és nekem mondjuk már nagyon régóta várólistások. Ebből, ami a leghamarabb meg fog jelenni, áprilisban az Agave-nál, ez a She Who Became the Sun, Shelley Parker Chantel, vagy a Nappá Vált Lány néven fog megjelenni magyarul, E címen. Amiről ugye már beszéltem a megjelenéses videóban, az egyikben, majd be fogom linkelni. Ez pedig ugye az 1300-es évek Kínájában játszódik, ahol egy fiúnak nagyon nagy jövőt jósolnak, de aztán ő elhalálozik, és a húga úgy dönt, hogy akkor ő fogja magára vállalni a sorsát. Ugye fantasy is mindezek mellett. Már nagyon várom, hogy olvassam, és lesz majd belőle videót másik könyvvel együtt. Ha sikerül elolvasnom, akkor ezzel együtt lesz, ami Jodie Picoult-tól a Mad Honey, ami nem látszik rajta jelenleg. Ami nem látszik, nem ilyen a borítója, nagyon szép borítója van. Nekem nem szép. Ez is nagyon szép, és ilyen szövet hatású. De a gerince így is látszik, hogy nagyon szép. És ez pedig április közepén fog megjelenni az Ateneumnál, Búdító Méz címmel. Azt hiszem, és egy sokkal kevésbé impozáns borítóval, mint amilyen a külföldi. És azt már mondtam, hogy Jodie Picoult-tal vannak problémáim, nagyon sok újabban megírt könyve nem igazán tetszik már annyira, mint amennyire a korábbi könyvek, és nem a legkorábbiak, mert azok meg még azért nem tetszettek. És ez a könyv, ez a legújabb, ezt egy társszerzővel írta, Jennifer Finney Boylennel, arról szól, hogy van egy nő, aki egy rossz házasságból hazaköltözik a kisfiával, és ott átveszi a családi méhészetet, és eltelik idő, amikor a fia már középiskolás, és hokijátékos, és népszerű, és van egy barátnője, és ez a barátnője, ő nemrég költözött szintén a városba, és van valami titka, van valami a múltjában, amit senki nem tud, és rögtön az elején azzal kezdődik a történet, hogy ez a lány meghal, és a főszereplő fiát gyanúsítják, hogy ő ölte meg, és a történetnek a különlegessége az, hogy két síkon játszódik a történet, vagy csak két szemszögből, az egyik az a jelen és a főszereplő nőnek a szemszöge, és a másik pedig a lánynak a története visszafelé megy az időben. Úgyhogy nagyon érdekes a koncepció. Még ilyen, ami ugye nem mostanában fog megjelenni, de a Netgalley-ről fogom, én biztos, talán tudnének ki is belefér, mert meglátjuk, olvasni, és ott határidő van, ameddig elérhető, ott ezért kell bizonyos időn belül elolvasnom. Ehhez Sigurdur Hagalin Björnsdóttirnak a nem a legújabb könyve az
izlandi eredeti nyelven, de majd magyarul lesz fog következőleg megjelenni, meg amúgy a soron következő könyve, és ezt angolul fogom tudni olvasni a Netgeliről, aminek az a címe, hogy The Fires, avagy eredeti címen Eldarnir, és vulkánokról szól, illetve a főszereplő nő, aki egy vulkanológus, az ő életéről, és az ő azokról az emberekről, akiket szeret, akik számára fontosak, és ugye felébred a vulkán, vagy több vulkán Izlandon, és kb. Izland egész lakosságát fenyegeti, és valahogy majd ez fog konfliktusban állni, már mint az egész népnek a sorsa, meg a szeretének a sorsa, és hogy amúgy az izlandi fülszöveg az úgy kezdődik, hogy a szeretet vagy szerelem a legnagyobb katasztrófa, szóval, hogy így jön. Ja, meg amúgy izlandul az alcíme is az, hogy szerelem és egyéb katasztrófák, szóval. Kicsit több, mint talányos, de én nagyon szerettem a Szigetet, Tünde, nagyon szerettem mindkét könyvét, ami már magyarul megjelent, és nagyon-nagyon csodálatosan ír, úgyhogy ezt a könyvet is nagyon várjuk. És én kevés szerzőnél vagyok úgy, hogy ráírok a kiadóra, hogy mikor fog megjelenni, és ugye meg fog jelenni, de hát ez pont az volt. És azt a választ kaptam a cseh kiadótól, hogy még idén fog érkezni, remélhetőleg könyvhétre, úgyhogy meglátjuk. Van még kettő könyv, aminek a megjelenési dátumát még egyelőre nem tudom. Az egyik, aminek már van majos adatlapja, ez Rebecca Roanhurst-tól a Black Sun, erről is beszéltem már megjelenéses videóban. Ez ugye egy fantasy történet, aminek prekolumbián kultúrák az ihletései, és ilyen leigázott istenek, visszatérő, materializálódott istenek, stb. Ilyen témák vannak benne, és nagyon-nagyon vonz. Ja, igen, és magyarul Fekete Nap lesz a címe, és az utolsó, az pedig, szintén beszéltem már róla többször, ez Natalie Haynes-től, a Stone Blind, ugye az, ő a szerzője az Ezerhajónak, ami ugye megjelent már magyarul, és elvileg valamikor ez is már várható lesz majd a General Press kiadónál, és ez pedig ugye Medúzának a történetét meséli újra. Ennyi volt akkor mára a tavaszi TBR-unk, de vannak még terveink, úgyhogy tartsatok velünk majd a következő videóban is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!